A 11. században Magyarországon éppen úgy, mint a többi európai országban, a kor ízlésnek megfelelően a díszöltözetekhez és az egyházi ornátusokhoz bizánci, itáliai és szicíliai selyemszöveteket használtak. Az első fennmaradt textilremek a káprázatosan szép koronázási palást. Ezt ajándékozta a bazilikának 1031-ben a királyi pár. A 12. században alakították át koronázási palástá. Félkör alakú, hossza 1,343 méter, szélessége 2,685 méter. Anyaga négy szírmú rozettás mintával szőtt selyem. Felületét gazdag aranyfonal a simzés borítja. A palás díszítményének központját Krisztus alakja foglalja el. A három félkörű sávban, architektúrában, illetve növényi motivumok között proféták, apostolok, szentek. Az alsó szegély közepén Szent Imre, tőle jobbra és balra Gizella királyné és Szent István félalakja. A készítéséről és adományozásáról a hímzett felirat ad felvilágosítást. Krisztus megtestesülésének 1031 évében a 14 indikcióban István király és Gizella királyné által készült és adatott ez a kazula a Fehérvár városában lévő Szent Mária egyháznak. A másik ilyen jelentős alkotás a Mátyás király trónkárpitja, amely Firenzébe készült az 1470-es években. Joggal tekintjük Mátyás király trónkárpitját az itáliai reneszánsz textilművészet egyik legjelentősebb alkotásának. Kompozíciója zárt, méret szerint tervezett, 32 cm széles keret veszi körül 106 cm széles tükrét. Teljes magassága 253 cm. A kárpit tökéletes, művészi munkatervében, rajzában, kivitelezésében egyaránt. Ezt a két palástot azért tartottam fontosnak, hogy bemutassuk, mert díszítményei és öltéstechnikája az úri hímzéssel való rokonságot tükrözi. Úri hímzés névvel jellemzően magyar hímzés félét szoktunk jelölni, amely ha tart is rokonságot Európa egyéb országainak ugyan ekkorban való hímzéseivel, mégis egész megjelenésében, mintázatában, színösszeállításában, elrendezésében ezektől eltér és mintegy önálló stílust képvisel. A leltárok tanúsága szerint nem csak díszöltözeteken és ünnepélyes alkalmakra készült textiliákon fordul elő, hanem főnemesi, sőt kisnemesi és polgári családok életének minden mozzanatát is végigkísérte. A csecsemőktől kezdve a kisgyermek ruháin át, a menyasszonyok kelengyéjének szinte minden darabját, a női és férfi öltözeteken és végül ravatalra készült párnát, lepedőt, az elhunyt kezébe tett keszkenőt is hímzéssel díszítették.
erős nemzeti művészi kultúra és egyéni díszítőkészség kellett azonban ahhoz, hogy ezeket egymástól felfogásban igen különböző stílus elemeket egységes egészé és sajátosan magyar stílussá ötvözhesse. A magyar királyok, az erdélyi fejedelmek és a főurak udvartartásához hozzá tartozott a hímzőmester is. Városainkban is számos hímzőmester élt és dolgozott a 15. századtól. Hivatásos hímzőmesterek és legények készítették a felső ruhák díszítését, a női díszruhák szoknyájának és válfűzőjének, a férfiak dolmányának mentéjének arany, ezüst, gyakran gyöngyökkel, korállal is kivarrott hímzését. A nyergeket, lótakarókat épp úgy készítették, mint a virágos mintával varrott bársonyterítőket, sőt még az övre függesztett bőr erszényre is jutott aranyhímzés. A 16.-17. században majdnem minden várkastélyban, udvarházban más nemesi családok gyerekei voltak nevelőben. A lányok mindenféle háztartási ismereteket, varrást, hímzést, zenét, táncot tanultak. Ilyen iskola volt Lórántffy Zsuzsanna sárospataki iskolája. Első Rákóczi György és felesége Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony nagy pártfogói voltak a református gyülekezeteknek, eklézsiáknak. Nagyon sok klenódiumot, urasztali edényt és urasztali terítőt adományoztak a református gyülekezeteknek. Lórántffy Zsuzsanna hímzőműhelyében nagyon sok jeles, neves hímzőasszony dolgozott. Itt láthatjuk Putnoki Klára hímzőasszonynak a híres urasztali terítőjét, melyet 1658-ban készített, és középen látjuk a Lórántffy címert, a kis faágból kinyúló két levél ágat, ami Lórántffy Máriát és Lórántffy Zsuzsannát jelképezi. Csodálatos a szimbólum rendszere magának a terítőnek, a címer körül apró virágkoszorú található, életfás motívumokkal, és ami különlegessége, hogy a növényeknek a gyökerét is ráhímezte a készítője a terítőre. Sőt, van olyan életfa motívum ezen a terítőn, aminek a gyökere sorscsomó, ami nem más, mint az örök életnek a jelképe. Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszonyunk életébe nagyon nagy szerepet játszott, hogy minden nap olvashatta az ő Bibliáját, minden nap imádkozhatott. A Bibliája az 1608-ban kiadott Hannaúi Biblia volt, és ezt a Bibliát őrzi a sárospataki református kollégium nagy könyvtára. A Biblia végére a fejedelemasszony egy kézírással egy nagyon szép, kegyes szöveget írt, és aláírta a nevét is. Ami érdekessége ennek a Bibliának, hogy ezt a Bibliát Szenci Molnár Albert adta ki Hannaúba, és a fejedelem asszony nagyon sok igeverset aláhúzott, amit ő igazán számára üzenetként értékelt a Bibliába, azt mind kigyűjtötte, aláhúzgálta. Így olvashatjuk ezt az értékes Hannaúi Bibliát, amely Biblia tartalmazza még a 150 genfi Zsoltárt és a Heidelbergikát. Ennyi történelmi kitekintés után
látogassunk el tájára, Schneider Imréné Éva, a népművészet mestere, Király Zsiga díjas hímző otthonába, aki élethivatásának tekintette az úri hímzést, mint nemzeti kincsünk átmentését a 21. század emberi környezete számára. Táján születtem 1926. szeptember 27-én. Édesapám gazdatisztolt, édesanyám háztartásbeli. Négyen voltunk testvérek. Nagymamámnál nagyon sok ilyen kézi munkát láttam, úgyhogy gyerekkoromtól kezdve érdekelt, és 63-ban megalakult táján a szakkör, én is a tagja voltam, és akkor nagyon szerettem volna, hogyha ezt a hímzés fajtát is tanuljuk a szakkörbe. Említettem is Szepesvári Lászlónénak, és azt mondta Szepesvári Lászlóné, hogy ezt én felejtsem el, mert ezt a hímzést nem lehet egyáltalán újjá éleszteni. 67-ig vártam vele, utána elindultam azon úton, hogy megszerezzem a szükséges alapanyagot és a fonalat, amivel elkezdhetnénk ezt a hímzést. Végigjártam a férjemmel a református templomokat, múzeumokat. A felgyűjtött minták alapján tudtam tervezni terítőket, és a szakörbe 10 asszony volt hajlandó velem ezt elkezdeni, úgyhogy a 85-ös országos kiállításra adtuk be először. Nagy druk közepette, hogy hát ha ezt nem szabad, ezt a hímzést varni, akkor ebből hogy lesz, mi lesz az eredmény. Tehát hála jó Istennek, Gránát Almás díjat kaptunk rögtön rá, és bizony nagyon sok mindent kellett újból megtanulni, különösen az öltéstechnikát, a tervezésnek a mikéntjét, és egyáltalán azt, hogy mire és hogyan használhatom én fel ezeket a hímzés mintákat. Megalakult a szakkör, és közben a szakkör vezető 69-ben elköltözött tájáról, és akkor én gondoltam, hogy nagyon szeretném én ezt folytatni, és akkor meghirdettük újfent a szakkört, és 25 fővel indult meg a szakkör, és nekem az volt a célom, hogy Magyarország összes hímzés kultúráját megismerjem, és megismertessem. Azt szerettem volna minden körülmények között, hogy feléleszem az úri hímzésnek a technikáját is. A reneszánsz legelőször Magyarországon vált nagyon ismerté, természetesen a 15. században, amikor Mátyás király uralkodása alatt, tudnék, a felesége ugye olasz volt, és onnan olasz mesterek jöttek, és bizony a 17. században ebből a keleti és nyugaton felelt mintakincsből alakította ki a magyarság az igazi magyar úri hímzést. A motívum kincse a tulipán, a gránátalma, a lilium, a rózsát mondják rozettának, amelyik kétféle változatban találhatjuk, a szegfű. Gránátalma csészeleveleiből alakult ki, és vált Magyarországon nagyon kedvelt mintakincsé. Ez egy asztali futó, amelyik teljesen szabályos méretben van leszabva, mert tudnélik, egy asztali futónál figyelembe kell venni a hosszát, és a hossza határozza meg a szélességét. Mindig az duplája, a szélességének duplája a hossza. Ez a normális és teljesen pontos meghatározás. Aztán van olyan sajnos, ugye, amikor az asztal méretéhez kell készíteni, hát bizony, akkor van, amikor nem egészen tudjuk ezt. Na de ez pont ez a gránátalma, látja, itt is, ez is teljesen be van töltve, erre mondják, hogy ez ebben kimondott magyar úri hízésnek ez a része, ez teljesen török hatás. Most itt is, és nagyon látni, ez egy tulipán, ugye a két belső levele van mintásan varva, illetve az egész minden, csak itt már a fémszálat belevarták, és itt is látni mennyire, hogy a fonák oldala ugyanolyan, mint
a színe. Ez a borsóka, egy az azsúrnak egy fajtája, általában négyszögletes és és téglalapú terítőket mindig vagy sima azsúrral, ami azt jelenti, hogy ez a sima azsúr, ez a keskeny, vagy pedig ilyen borsókával szegjük, attól függ, hogy mennyire akarjuk, hogy észrevehető legyen a szélmegoldás. És itt is látni a többféle öltéstechnikát, ugye a szárszorító. Ez például a török varázs, ami azt jelenti, hogy hamislapossal betöltjük az alsó. Be van töltve a minta hamislapossal, és le van öltve a saját szálával olyan 2-3 milliméterenként, és az van lefogva egy aranyöltéssel. Ezt nevezik török varázsnak. A motivum kincs megtalálható díszítményeiben alakítják ki, hol hullámos vonalba, hol félköröket alkotva a tetejére himneveznek egy-egy kicsi mintát. Általában ott ilyen terítőknél használjuk a szélmegoldásokat, ahol ilyen nagy a terület, de tulajdonképpen az az igazság, hogy nekünk arra is vigyázni kell, hogy nehogy nagyon bemenjen a közepe fele, mert akkor ez már torzítja a mintát. Ez ugye hullámvonalba épül, és minden második mintája a tulipán, és középen pedig a gránátalma foglal helyet. Na most az ilyen keskeny mintáknál és a futóknál szélmintát kell mindenképpen alkalmazni, és azt arra vigyázunk, hogy lehetőleg olyan minta legyen a szélmintában, ami a főmintában van. Tehát itt is ezek a kicsikék itt vannak, itt van mivel nagyobb, de a szélminta megvan. Szintén na, itt van az egy szálas azsúr, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyetlen egy szálat húzunk ki az anyagból, és szedjük vissza, és az azsúrral felveszünk három szálat hurokkal, és leöltjük. És megyünk így tovább, hurokkal, három-három szál, és minden egyes hurok után le kell ölteni. Avval szedjük fel az anyagot. Ez egy eredeti reneszánsz minta. Ez a lényeg a reneszánsznál, ez az egyenes főág, és ugye, ha kisebb a minta, lehet felülről kunkor, vagy lehet éppen ez fordítva, ugyanúgy kunkorozhat. És itt van élő példa, már ez inkább hullámosabb, mint a másik terítő volt. Itt is ugye teljesen betöltött a közepe, lehetőleg minden mintánál megpróbáljuk minél több öltéstechnikát használni, mert hiába mondják azt, hogy hát azért úri az úri, mert arany nem azért úri, azért, mert olyan az öltéstechnikája, az egy dolog, hogy ugye a fémszál az emel természetesen értékesebbé teszi, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy nagyon mozgékony, nagyon sokféle öltéstechnikával kell varni az úri hímzést. Ez egy ovális terítő? Ez az ovális terítő. Itt is nagyon-nagyon látni azt, hogy a fonák és a szín mennyire hasonlít egymásra. Ez is egy tulajdonképpen egy ovális gránátalma, nem tulipán, aminek a közepe szintén meg van osztva, és itt is egy ilyen kicsi mintán azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, csak magán ezen van ötféle öltéstechnika. Ezen a kicsi kis levélkéken 1, 2, 3 minta, 3 öltéstechnika van. Szóval ez emeli ki az úri hímzést, hogy rengeteg benne az öltés, a változatos öltés, és íme itt van. Ugye ezt nem lehet azsúrozni, mert ovális. És ilyen kicsi margit öltéssel szedik le, hogy mégis legyen minta valami a szélén. Ezen az egy gránátalmán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minta van, azon az öltéstechnika van, azon az egyen, mert mindegyik más.
ugyanez is, itt is van egy, ez egy, hát ez inkább rózsa, rozetta, ha úgy mondjuk, ez is 1, 2, 3, 4, 5 féle. Szóval az a lényeg, hogy minél több fajta öltéstechnika legyen. Ez is vercsipke például, vercsipkével szegett terítő. És ez egy oltárterítő tulajdonképpen szembemiséző oltárra készült. Ez is különböző öltéstechnikával van varva. És ebből kettő készült, egy a főoltárra, meg ez a szembemisézőre, ilyen átvetőre. Várhorszú réten van egy Mária oltár, vagy szobor, pontosan nem tudom, és annak a mintáját vették le a lányok, itt van különben a tulajdonosa, és abból lett ez megtervezve, és ezt oda is hímezték, ezt hívtuk Mária levélnek, igen. Ez egy görög katolikus stóla, és ez is nagyon szép. Lányok, most elkezdjük akkor ezeket a kis terítőcskéket kivarni. Mindenki megállapítja saját maga azt, hogy milyen öltéstechnikát óhajt használni. Ezt keresztöltéssel csináltam, itt pedig majd csinálom egy ilyen mellékes lapos hímzéssel. Igen, és a másik sort ugyanígy fogom. Ivanini is elkezdett ebből a nagy hímzésből ezt a kis szalvétát. Ezt a kicsi szalvétát. Ugyanaz a motívum található. Igen, ugyanaz, kicsibe, persze. És ez arany és ezüst fémszállal van varva, én bordóval osztott hímzéssel varom. A közepén ugyanúgy kockázom, de a bordó és az arany fog változni. Vegyes, igen. Nem az ezüst mindezen látható. Természetes. A levelek azok szállöltéssel, kontúrozással lesznek befejezve. És ez a középső kicsi bimbó. Kis bimbó ugyanúgy meg lesz osztva. Ezen a mintán nincs megosztva, de én úgy szeretném, hogy a szívet a színével, bordóval varnám, és a kis bimbó részt az pedig, az pedig fémmel. A fémmel, ezzel az arannyal. Ezeket valami szép négyszögletesre szeretném, igen, ami már egyszer van lapos a kazulában, lapos hímzéssel, és ilyen kis négyszögeket fog kiadni, ami már a kazulában benne van. Hát a széle az meg több, mint valószínű, hogy ilyen lesz. Értem, ez látom. Hát az is lapos öltés, és a lapos öltés. Hamis lapos, illetve nem hamis, hanem hasított lapos öltés, ez is. Akkor ezt minden hasított lapos öltéssel fogod. Én azt ajánlanám neked, hogy például ennél a terítőnél a felét vard ki Margit öltéssel, és csak a felét vard szellős, hogy egy kicsit szellős legyen. Kis pici terítőt kezdtem el varni. Értem. Bordó arany ezüsttel. Hát valószínű, hogy a közepét a 4-8-as öltéstechnikával fogom végigvarni. A következőt természetesen kilazítom Margit öltéssel. Aztán az azt következőt be egy picit már más technikát teszek bele, az alsó része pedig nem megint szellős lesz. Szellős, a pöttyöket azokat. Mivel sűrű a mintája tulajdonképpen, tehát nagyon jó, hogyha közé testek valami... Muszáj minden másodikat felazítani, mert igen, mutatós legyen. Így van. Az úri hímzés tárgyi bizonyítékainak nagy részét a református gyülekezetek őrizték és őrzik ma is. Ezért ellátogatunk a debreceni református nagykollégiumba, ahol Balogh Gizella tanárnőt, egy gyűjtemény gondozóját arra kérjük, hogy mutassa be a gyűjtemény meghatározó darabjait, és beszéljen annak átörökítéséről. Az úrvacsorai textiliák egyik csoportját úrvacsora kendőknek nevezik. Elgondolkodtatott már az is, hogy miért kendő a megnevezése annak, amit mi terítőnek mondunk, vagy otthoni étkező asztalunk nagyobb takarójára gondolva abrosznak mondunk. Itt leggyakrabban az úrvacsora kendő megnevezés szerepel. Egy ilyen úrvacsora kendőt látunk itt a kiállító térünknek
készítették az első termében. Ez a legrégebbi textiliánk, amit őrzünk. Az 1500-as évek második felében készült, és eredetileg jegykendő volt. Szécsi Kata készítette Gyulafi Lászlónak. Ez a legrégibb textiliánk, ahogy mondottam, és nagyon szeretem ennek a kendőnek a kompozícióját. Egy körökkel, vagy egymásba fonódó csigavonalak, hullámvonallal körbe hímzett, körbe keretezett textiliát láthatunk itt, amelynek a közepén egy olasz korsó áll, belőle mint egy zuhatakként omlik le a virágcsokor. Miért kedves nekem ez a kompozíció? Mint minden körülkerített hely, akár négyszögletes, akár kör alakú legyen, az első körülkerített helyre, a paradaiszoszra, a paradicsomra, az édenkertre utal. Ha fölidézzük régi festőknek paradicsomkertet ábrázoló festményeit, meglepődve láthatjuk, hogy szinte ugyan ezekkel a gyümölcsfákkal népesítik be, amelynek a gyümölcseit itt látjuk ezen a terítőn, népesítik be az első kertet. Angyali üdvözlet témát is szoktak ilyen körülkerített térbe elhelyezni a festők, és ezeken a képeken szintén ezek a szimbolikus gyümölcsök szerepelnek. Az alma, a körte, a szőlő, még a megy vagy cseresznye, szamóca, ezek láthatók itt körbe a terítőn, és ezeken a bizonyos régi festményeken is. Hogyan hímezték ezeket a régi terítőket? Az úri hímzéses textiliák díszítéséhez eredeti selyemszálat használtak egyrészt, másrészt pedig fémszállal hímezték a terítőket. Vont aranynak nevezték régen ezeket a fémszálakat, amelyek vagy tiszta aranyból, tiszta ezüstből, vagy aranyozott ezüstből készültek. Eredetileg Törökországból, tehát a török birodalomból hozták a kereskedők ezeket a hímző szálakat. Igen, nagy volt az értékük, Bethlen Gábornak már szabályozni kellett az árukat, mert a kereskedők meglehetősen kapzsiak voltak, és nem győztek elég magas árat kérni a kötegért ezeknek a skófium szálaknak. Azután Rákóczi Ferenc telepített ilyen aranyvonó műhelyt Bártfa környékére, és innentől már hazai műhely látta el a hölgyek szükségletét itt a Kárpát-medencében. Azt figyelhetjük meg, hogy a nálunk őrzött kendőknek, terítőknek a díszítése vagy a négy sarkában történt, esetleg a közepén egy közép mintával, vagy, és ez a sokkal ritkább eset, körbe van hímezve az egész terítő. 2013. szeptemberétől heti rendszerességgel indítottunk egy hímző szakkört. Vannak még emberek, akik hajlandók idejüket, figyelmüket, energiájukat, munkájukat hímzésre szentelni. Ez a díszítő hagyomány, ami fölhalmozódik itt az egyház művészeti gyűjteményben, ez összehasonlíthatatlanul gazdagabb, amelyekkel
manapság díszítik a textiliákat, akár világi, akár egyházi célra. Egyház megyében, egyház kerületben szerte járva tapasztalhatjuk, hogy már a templomokban is egyre nagyobb számmal jelennek meg a kínai termékek, a kínai tömegcikknek számító textiliák, ezeket ajándékozzák az úrasztalára, és nagyon szeretnénk, ha nem szorítaná ki ez a tömegcikk, bármekkora áldozat is van mögötte, de mi azért mégis azt szeretnénk, ha ez a mi saját igen gazdag díszítő hagyományunk elevenedne meg, ez hagyományozódna tovább. Ennek az ápolására, újra tanulására hoztuk létre ezt a bizonyos heti rendszerességgel működő szakkört, és azóta is próbáljuk hétről hétre egy-egy titkát ellesni a régi textileknek. Fogadjuk meg Apoli Arnold nagyváradi püspök szavait. Őrizzük, tartsuk fenn emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, hogy végleg el ne vesszenek, s hogy ezáltal is ne legyen üresebb a múlt, szegényebb a jelen, és kétesebb a jövő.